Üdvözlöm Önöket! Ismétem! Szokás szerint ismét bíjátok hallgatni, mit is fogok mondani. Napokban nézegettem ilyen villanyszámlákat. Észrevettem, mintha megemelkedett volna a TV adóra. Most már 255 dinár. 2015-ben ez az adó beletezetve Vajdaság területére az RTV-k 70 dinár volt. Most meg 260 dinár. És most van egy kérdésem önöket. Most minek kell fizetni a TV adót? Általában mindenkinek van egy szolgáltatója, ahol ugyanazt az adások benne vannak a csomagban. Plusz még a csomagban is fizeted az árát, plusz még külön a TV adót, ami 260 dinár, 5 dinárra kevesebb, 255 dinár. Szóval ez annyira, nem is tudom, hogy is mondják szépen, de ez annyira undorító dolog. Azzal is az is undorító dolog, hogy a TV-t kell nézni. Maga a TV-t ilyen facak, Pannon TV-t, RTV-ket, RTS TV-ket, amikért kellene fizetni minden hónapban 260 dinár. Amit kötelezővé tették a villanyszámlával együtt. Ez 2014-ben nagy nehezen el lett töröltetve a TV-adó. Mi nem jött ez a, az én is mondtam, ha be kell vezet ismét, most meg még több lett. Én szerintem, aki ezt a legelején ismét bevezetette, a szégyelljen magát. Nem igaz, a mai technológiával nem bírja lekódolni a csatornáit. Annyira fölöslegesek az RTV-k, meg a rádiók is sugározva vannak. Meg kell tőlük szabadulni. Miért nem indítanak valami streaming szolgáltatást, hogy fizetnének érte? Ki akarja, az hagyd nézze tovább. Aki még nem, az még nem fizet érte semmit se. Ezt nem lehet megoldani a 21. században. Ez eléggé furcsa lehet. Megvan a mai technológiák. Ki akarná az interneten hallgatni, le kell tiltatni, ne lehessen hallhatók, ne legyenek streamek, nem pedig fizetni érte. Folyton. Hát röviden ennek a rövid időnek ennyi lett volna a lényege. Hogy ismét rá lett szoktatva az emberkék a TV nézésre. Fizetni kell érte. És ez miatt képtenek újabb TV készülékeket vásárolni, set-top boxokat, receivereket, egyéb más, mindent, ami mind-mind pénzbe kerül, roncsa az egészséget, minden mást is. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!